Csendet kérünk, figyelmet, felvétel lesz! Ez nagy fegyelem szükséges, hát reméljük, hogy megfelelünk majd a feladatra. Maga ez a háttérmunka, meg ahogy hogy itt irányítják az embert, ez így tetszik. A csajok tombolnak, a srácok viszik a kaput, és tessék! Igyekszek türelmes lenni, és valóban egy olyan dolog, ami a kizadát, hogy idézőjel teljesen független egy kulisszák mögé tekinteni, mint szereplő, vagy mint színész, úgymond, de inkább megmaradok a kézzel a pályánál. Itt is futni, ott is menni, amúgy is. Hajnalig. Alapgitár riffje az úgy született, hogy telefonon beszéltünk arról, hogy kéne egy ilyen dalt csinálni, és ott én letettem a telefont, megfogtam a gitárt, és ez most nem ilyen költői túlzás, meg nem ilyen filmbeli baromság, amit mondok, hanem így történt, leraktam a telefont, megfogtam a gitárt, és és elkezdtem játszani, és a dalnak az alapja ott rögtön megszületett. És arra gondoltam, hogy én a sportolók szemszögéből szeretném ezt a dolgot megfogni, hogy mi az, amiért ők küzdenek, mi az, amiért ők sikra szállnak, mi az, amiért ők lelkesednek. És az nyilván egy kicsit rokkosabb, kicsit zúzosabb, a szövegében sem arról szól, hogy akkor világbéke van, hanem arról szól, hogy reszkes, mert ez az én napom, most én jövök, és majd te lehetsz győztes valamikor, de hogy ma nem leszel, az biztos, mert hogy most odaverem. Irigykedem egy picit, mert amikor mi fiatalok voltunk, ez nekünk kimaradt, és biztos vagyok benne, hogy mi is nagyon élveztük volna ezt a részét. Főleg az, hogy találkozhatunk volna a felnőtt válogatott tagjaival. Menj oda! Kiveszed, és vissza többieket! Nekem az egész azt tetszett, hogy mikor valamilyen holdpont volt, hogy sokat kellett várni, vagy valami nem ment elsőre, mindig ilyen poénnal próbálták feldobni, hogy ne unjuk bele magunkat. Szerintem jó volt az egész. Nagyon vártam az eredményt, nem voltam is olyan forgatáson, ez az első élményem, úgymond, szóval még elég kezdő vagyok ebbe a szakmába, de izgatottan várom. Szeretnék kézilabdázni mától kezdve, nem viccelek. Annyira tetszik a csapat szelleme, meg a sportág, hogy kéz, van benne kéz, meg futnak, meg így kattogtatják. Látszik, hogy vérprofikkal volt dolgunk. A Márk az egy Isten adta zseni, és az Áronnak szeretném üzenni, hogy a Zolinak és a Lidércnek sok-sok fizetett szabadságot és fizetéstemelést kell, hogy adjanak, mert beteg nagy arcok mind a ketten. Ilyen tricepszok, meg bicepszok, mint a Zolinál, én még életemben nem láttam. Meg mik ezek a börtöntetkók, hát oda voltam, meg vissza. És itt a Lidércet csak vágóképet mutattok róla, hát önmagáért beszél az embernek a megjelenése. Szóval a legjobbakat mindenkinek, és reméljük, még találkozunk velük. Tessék, lépcső! Várnok egy képet. Szuper! Imádom, hasonlóan mindenki! Szép az fiúk, köszönjük!